Független média felület Miskolcon. Hello, ez itt a Mérci Rádió, és az előző két zenéről annyit, hogy az első még a Barakka című filmnek az egyik zenéje, a másik pedig a Cypress Hill volt. És ez itt a Mérci Rádió. Egy kis sütivel fűszerezve, sziasztok újra! Igen, itt van velünk Süti, és itt van velünk Mérci. Jej! A mai témánk pedig az lesz, hogy miért érdemes, illetve hova érdemes elutazni Magyarországon belül, és ezzel kapcsolatban fog felmerülni több kérdés és több jó tanács, mit érdemes vinni, hova érdemes menni, esetleg gyalog, vagy nem gyalog. Vagy teve háton. Valaki hallgatta a múltkori műsort. Nagyon jó. Wow. Most már tudjuk, hogy kik a hallgatók. Teve vagy, és ha teve vagy, akkor teveként hova érdemes ellátogatni. Igen, kezdjük azzal, hogy mi az a hely, ahová, ahol még nem voltatok Magyarországon belül, de szeretnétek elmenni. Ez most nem az a hú, de nagyon nem annyira üt nagyot, mint egy India, de kisebbet üt, mint egy... Valami nagyot akartam mondani. Mint egy boxoló. Mint egy csomolunkba. És... Ebben ez pont India. De hogy... Igen, azt azért kevesen tudják, hogy Magyarországon mennyi fantasztikus hely van. És mindenki, aki utazásra gondol, az egyből arra gondol, hogy külföldi utazás. Pedig, hogyha egy hétvégéd van, már pedig nagyon sokszor előfordul, hogy egy hétvégéd van, az egész dolog lebonyolítására, utazás, oda-vissza, ugye az is idő, egyáltalán tartalmasan töltsük ki ezt az utazás dolgot, meg helyek meglátogatása dolgot, akkor nagyon-nagyon jó szétnézni az ország határon belül. Sokan elfelejtik. Nekem ez a véleményem. Nagyon sokan. Én magamat tudom csak úgymond bemutatni, hogy én is, annak ellenére, hogy azért itthon is sokat járkálok, meg külföldön is, hála az égnek, sokat jártam már. Jó, nem extrán sokat, de volt szerencsém pár helyen megfordulni, pár országba, és ennek ellenére nekem is az agyamba először az fordul meg, ha párommal arra gondolunk, hogy na, menjünk kikapcsolódni, akkor akkor most melyik szomszédországba menjünk. Jó, páromnak amúgy hamarabb eszébe jut, hogy itthon valahol, és annak ellenére, hogy imádom Magyarországot, mégis az van bennem is, hogy akkor valami külföldi hegység, vagy nem tudom valahova. Igen, azért a hegy az nálam is egy tiebreaker, hogy ugye hegyek nem nagyon vannak. Azért vannak, és vannak nagyon szép tájak hegyekbe is Magyarországon. Nem kell messzire menni, hát Miskolc minek a lábánál van, gyerekek. A Bükk lábánál. Tehát... Igen, jó, azért azzal kell tenni, hogy nekem például az édesapukám Nagybányán született és nőtt fel, és gyerekkorom óta ugye oda vissza, én meg oda járogatok, és ott ez egy kicsit más méretű hegységek találhatóak nagyobb számban. És azért az nagyon király. De hogy nem feltétlenül csak ez létezik, ha például anyukámmal a Siroki várnál jártam. Én például még Sirokon nem jártam. Tessék. Egy három. Nem, nincs is három. Két hónapja. És ilyen télvége volt. És fantasztikus hely. Főleg ez az időpont is nagyon jó volt, hogy azért ez a kabátos, erősen kabátos idő, de pont ezért, de nem nagyon hideg, tehát hogy nem ilyen töröd a jégcsapot a Rudi végéről. Hideg volt, csak ilyen mit tudom én, 8-10 fok. És ez a 8-10 fok amúgy nagyon alkalmas arra, hogy nagyobb távokat megtegyél lábbal a természetben. Mert hogy nem izzadsz le. Igen. Egész egyszerűen, viszont nem is fázol, hogyha mozogsz.
És nem csináltunk hűde nagy dolgokat, tehát egy ilyen faházas történetben szálltunk meg, és sétálgattunk. Nem volt semmi nagy túra. Elindultunk egy ilyen hajnali délután, vagy mi hajnali délelőtt 10-kor, és akkor ilyen nagyon későn este délután, hajnali délután 7-8-kor megérkeztünk. Semmi extra nem volt, de úgy bejárogattuk ott a vidéket, és találomra, teljesen találomra. Nyilván, amikor egy nagy a gingers, akkor előveszed a kis GPS túra applikációt, mert hogy most már minek térképet olvasni, hogyha a térkép olvas téged. De hogy azért mégse tévedjünk el nagyon, de hogy találomra mentünk túraösvényeken. Ez melyik jelzés? Aha, ez hova visz? Aha, jó, hát induljunk el ezen. Itt egy csapás, nézzük meg ezt. Persze, nézzük. Hopp, hát itt bizony szúros ajzott növények vannak. Nem baj, majd óvatosak leszünk. Tehát hogy lehet itt kalandot találni. Igen, és nagyon-nagyon szép volt ez a... Nem volt teljesen nagy köd, de ilyen veretes napsütés sem, és ilyen nagyon nagyon-nagyon hangulatos volt ez a táj. Hát, amúgy visszatérve még Mirci kérdésére, én a Mátrát nem nagyon jártam még be, az nekem most úgy hiányzik, meg a Börzsöny. Azok még úgy eléggé hátra vannak. Nekem az egyik nagy élményem, életem nagy élménye az a Bükk. Tehát tudni kell rólam, hogy bátyáméknak van egy természetjáró egyesülete, és én ott tag vagyok, és ezért elég sok helyen a Bükkbe megfordultunk, mert hogy a Bükkbe járunk aktívan. Hát, millió meg egy helyen már. Tehát igazából biztos még találok a Bükkbe olyan helyet, ahol nem jártam, tehát nem azt mondom, hogy az egész Bükköt. Csak az a kevesebb. Lassan, igen. De azért még ott is vannak olyan helyek, ahol nagyon szívesen elkóricálnék. Meg a Rám szakadék, amúgy ezt mindenkinek tudom ajánlani, ugye Visegrád és Dömös környékén, tehát annál szebb helyet szerintem, persze Magyarországon van szebb hely, de hogyha úgymond ilyenre adjuk a fejünket, hogy kvázi egy kicsit extrémkedni is akarunk, mert ugye ez már azért létrás út a Rám szakadék, tehát ott létre van feltéve. Most jelenleg nem kell biztosítás hozzá, mármint nem életbiztosítás, hanem karabinerrel és kötéllel. Öntsünk tisztelet. És nem a lámpavasos kötél, hanem ami a derekadra. Igen, de azért máig napig az útvonal meg van szabva. Ha jól tudom, lentről felfele lehet csak menni a Rám szakadékba, tehát fordítva hivatalosan tiltott, hivatlanul meg hát van, akik lemennek, egyes emberek, nem ismerek olyat. De hogy... És nem ül a stúdióban. És nem ül a stúdióban, így van. És nem az első romantikus túrája volt a párjával. De... Maga romantikus lehet majdnem meghalni. Hát azért nem halsz meg. Tehát száraz időben ott nyáron nem olyan veszélyes. Amikor ott igazán esik, na akkor aztán hát bőven lehet csúszkálni. És azt akartam kihozni, hogy azért Magyarországon nem sok szakadékunk van. Tehát azért tényleg el kéne utazni külföldre, hogy ilyen magasságokból, ilyen sziklák közt és ilyen vízesések közte leereszkedjél, ha csak a szomszédban mondjuk Erdélybe, vagy mondjuk Ausztriáig biztos menni kéne, hogy ilyen helyet találjál, vagy Szlovákia, ugye. De ez azért azt mondom, hogy mindenkinek egy úgymond kötelező, hogy Magyarországon ezt meglátogassa. Hogy before you die. Jó. Ja. Mirci? A természeti mármint, hogy a erdőjáráson kívül más helyekre mennétek, mármint, hogy vidéki városokra, vagy igen, ahol nem voltatok, de mondjuk megnéznétek egy helyi nevezetességet. Ha még nem kerestétek meg Wikipédián, akkor élőbe is látni akarjátok. Meg Google Street View. Ugye elkirándult a szegények kirándulása. Esetleg mondjuk Nyugat-Magyarországon valamerre. Én maradnék Dél-Tiszántúlon például, annak ellenére, hogy alföldi gyereknek vallom magam, és az Alföldön sokat láttam már, de ott a déli vidéken nem sokat jártam még. Tehát ez a Gyula, Békéscsaba is környéke, tehát egy jó csabai
Kolbász Fesztivál szokott talán lenni, ugye? Na mondjuk oda elmennék. Vagy Gyulai Kolbász Fesztivál, valamelyik a kettő közül. Szabadon választható. De kolbász. Mindenképpen. Bekapnám Csabának is és Gyulának is a kolbászt. Persze. Igazából az a vicces, hogy Sopront nem láttam még úgy rendesen. Ugyanez. És holott voltam Sopronban, mert ugye ott van a Volt Fesztivál. És a Volt Fesztiválon se voltam mindig ilyen ötnaposra, hanem ilyen egy-egy napokat tudtam így ki küzdeni magamnak, amikor úgy tényleg az az együttes jött el, akit ilyen... És akkor ott voltál. És ott voltam. Volt. És Sopronból annyit láttam, hogy ismerem a vonatpályaudvart, és egy busznak az ablakából így végignéztem két utcát, amin végigment az a fesztivál busz. Aztán ugye a fesztivál területén csapattuk tovább. Úgyhogy magát a város nagyon meg akarom nézni. Meg ugye egyáltalán az, hogy ők is ilyen hagyományőrző, furcsa emberek vannak ott, biztos. És ugye itt Miskolci Egyetemen is, és Sopron is ugye hagyomány, közös gyökerű hagyományok vannak, ugye már ez is egy plusz, és hogy ne is üljünk tétlenül, egyébként augusztus eleje közepén megyünk is, tehát ez így most akkor egy projekt. Hozzád. Lehet ilyet csinálni egyébként, valóban lehet csatlakozni. Úgyhogy simán akarunk ilyen kötetlen sopranozást. És tényleg így nincs terv, mert szerintem nem kell feltétlen. Egy kis kutató munkát azt így megejtek előtte, én is, többiek is, elmondjuk, hogy kinek mi az érdekes, megnézzük. Aztán azért egy ilyen kisebb várost, és Magyarországon ugye csak kisebb városok vannak, igen. Meg a Vízfej, de hogy én ugye a Vízfejben nőttem fel, szóval az így az nekem az annyira nem izgalmas. Mindegy, hogy azért ezeket ki lehet maxolni. Tehát ez egy hosszú hétvége lesz, valószínűleg egy nap alatt azért kimaxoljuk, vagy másfél, és akkor lehet, hogy el kell majd indulni a környékre. Tehát akkor van két hetetek jelentkezni a Csekeféle Soproni túrára. Következő telefonszámon ejthetitek meg. 06 90 315 555 cipő. Cipő 203 emeldíjas telefonszámon jelentkezhettek, illetve SMS-t 600 forint per SMS díjon küldhetitek el. Vagy írtak Facebookon ingyen. Az 555 egyébként fun facts, sehol se illik, de muszáj elmondanom, mert ilyen infoközlési kényszerem van néha, hogy azt a hollywoodi, meg most még igazából mindenféle filmekben ezt használják telefonszámoknak, mert ugye kezdetben random számot megadtak, és zaklatták a mozirajongók azokat a számokat. És akkor ez nem volt jó. Hogyha hogy behozták az Amerikában nem létező körzetszám, az az 555, úgyhogy minden hollywoodi filmben, hogyha telefonszámot látok beütni, vagy mondani, de vagy diktálni, vagy mely, az úgy kezdődik, hogy 555. De a cérvének van telefonszám, és az nem így kezdődik, mert ez egy igazi telefonszám, és ez pedig a 0630 622 41 17-es. Tehát, becenévre hallgat, és be lehet hozzánk telefonálni nyugodtan, és ne a soproni kirándulás jelentkezésével keressetek minket, hanem helyajánlásokkal, hogy mi az a kedvenc helyetek itt Magyarországon, ahova ti ellátogattatok már és bevált, vagy még bakancslistán van. Vagy írjatok a chat.cirmi.org-ra. Az lenne a legegyszerűbb. Várjuk a üzeneteiteket, ötleteiteket. Egy túra alkalmával például az ember mit vesz figyelembe, miket visztek magatokkal, mi a legfontosabb? A társaság. A társaság? A kíváncsi. Egyedül rossz eltévedni. Igen, azt tanúsítom. Már sikerült egy párszor. Sajnos a térkép az nekem nem a barátom, és a GPS se. Úgyhogy én csak maradok a jelzéseknél, azok így mindig visznek, aztán megyek utánuk.
ezt vallom amúgy állandóan, hogyha Magyarországon turista jelzésen maradsz, akkor sose tudsz eltévedni, mert Magyarországon a turista jelzések 90%-a úgy van kialakítva, hogy valahova bemegy egy településre. Vagy egy magaslati pontra, és sose tudsz eltévedni. Nagyon érdemes megtanulni a turista jelzéseknek a tipográfiáját. Én ezt sokáig nem tudtam, és most se tudom fejből, de hogy az, hogy valami négyzet, vagy háromszög, vagy egy csík, vagy két csík, vagy nem tudom, dollárjel, ilyen mondjuk pont nincs, de hogy nincs. Mindegyik valamit jelent, hogy az egyik azt jelenti, hogy ez csúcsra visz fel. Van barlang, van a háromszög, az visz fel a csúcsra, bocsánat, belekontárkodok. Igen, mondjuk ezt pont-pont megjegyeztem, ugye nagyon egyszerű, hogy a háromszög visz csúcsra. Hmm. That's what she said. Ahová érdemes elmenni, nem olyan rég. Tarra. Nem olyan régen voltunk ott, ez Hollókőtől nem messze található, nagyon picike település, és valójában nem is maga a település az érdekes, hanem a mellette lévő Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, ahol részben körbe mehetünk egy kisebb útvonalon, imitálva, mintha mi magunk lennénk Kőrösi Csoma Sándor, és ugyanúgy ott vannak vallási vezetők, tehát belekóstolhatunk ebbe a kultúrába, és van egy kis üzlet, ahol mindenféle Kőrösi Csoma Sándor hűtőmágnes, meg ilyesmiket lehet. Kőrösi Csoma Sándor vici üdőke, ismerjük el. Vagy puska, vagy oroszlán fej, amit ő ejtett el Afrikában. Ilyen teák, meg ilyen hüstölők, ilyeneket lehet. Szóval nagyon autentikus, meg ilyen nagyon kábító zene van alatta. Vagy egy-egy nepáli papot. Atya Isten. És hogy több ilyen stupa is van Magyarországon, nem is gondoltam volna, ez igen. Meglepetésként igen. Ért. Ezt pont tudtam. A stupa az ugye... Ja, volt rossz kiejtésem. Szerintem ezt senki nem tudja jó kiejtésre mondani, meg eleve ugye ott a tibeti kultúrkörben is azért mindenhol máshol mondják. De hogy ez a stupák, vagy stupák, ezek tulajdonképpen síremlékek. Egy szobrot képzeljétek el, ami mindegyik majdnem ugyanúgy néz ki, nem is tudom, mintha egy toronynak a teteje lenne a földből kinőve, és ez azért síremlék, mert és ezt valamilyen nagy embernek a tiszteletére állítják, tehát ugye azért a köznapi embernek nem állítottak ilyet, de hogyha valaki fontos személyiség volt, például király vagy vallási vezető, vagy egy nagyon nagy becsben és tízben, életében nagy tiszteletet övező ember volt, tehát hogy még ez is belefért, annak ilyen sztyupát állítottak. Nyilván ilyen méreti különbségek vannak, meg blablabla, bla, bla, de hogy minden ilyen embernek kijárt ez, és azért síremlék, mert bizony ebbe a mészszerű dologba, amiből ezt készítik, bele van keverve az elhunynak a porhüveje, a hamvai. Bizony. Én csak helyesen. Úgyhogy ne nyalogossátok, mert kannibalizmus, de hogy na, egyébként nagyon érdekes, hogy is Magyarországon is van ilyen, és nem is annyira újak, tehát hogy 100 éves sztyupák is vannak itt, ha jól tudom. Én rengeteget láttam, hogy fú, Indiában tele van. Kicsi nagy. Visszakanyarodva Indiából Magyarországra, mert ha jól tudom, erről beszélgetünk, hogy itthon merre akarunk kirándulni. És a kérdéshez visszatérek, hogy mit vigyünk magunkkal. Alapból két dolog merül fel bennem, hogy... Vizet. Vizet, igen. Ez nem merül fel bennem, ezt viszem. Mert az amúgy van a természetben. Igazából bárhova mész, legyen nálad víz. Ha munkába mész, legyen nálad víz. És papír zsebkendő is. Így van. Tehát... Azt kell eldönteni, hogy most mit tudom én, természetbe megyek ki kirándulni első körbe, vagy mondjuk egy városba úgymond turistáskodni, vagy szétnézni, mert amúgy én még azt a legelső kérdéshez hozzá akartam fűzni, mert Mirci jól mondta, hogy nem csak a természetbe lehet bóklászni, hanem egy városba is. Azért nekem ez nagy mániám, hogy nekem volt szerencsém Bécsbe, illetve Párizsba is bóklázgatni, így turistaként, és mondjuk a Louvre-ba én konkrétan 3 napig jártam reggeltől estig, mert ingyenes volt a belépés, tehát akkor már miért ne használja ki az ember. És itthon ugyanezt simán megcsinálnám
kisebb településeken, és nem a vízfejbe, bár még a vízfejbe se voltam minden múzeumban, de hogy én azért ilyen kicsit múzeum fan is vagyok, függő, igen. Múzeumfil. Tehát például én jártam Magyarország egyetlen sok múzeumába is már. Valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, de hogy ilyen múzeumokba is nagyon szívesen elmegyek, az hirtelen akartam kinyögni. Kálkápolnán van, Füzesabonytól nem messze. Tehát, hogy azért nem egy extra nagy települése, ha jól tudom, ott van, de ha tévedek, akkor javítsatok ki. Tehát visszatérve, meg az attól függ, azt is át kell gondolni, hogy mennyi időre megy az ember, ugye. Tehát most, ha csak egy-két napra, akkor igazán tényleg a élelmen kívül nem nagyon viszek mást, vagy lehet, hogy élelmet sem viszek, hanem viszek egy nagy dárdát magammal a természetbe, és akkor elkapok egy-két őzikét, vagy medvét. Ugye mostanában hallottunk a medvékről, hogy Magyarország nagy medve állam lett, és mi fogjuk itt Kelet-Európa medvéit eltartani. Igen, és Miskolcon volt egyébként, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, hogy vaddisznót láttak, le is fényképezték, ott volt a... Jelentem én is. Nem én fényképeztem, ja. De én is fényképeztem, és én is küldtem be szerintem a, vagy a városgazdának, vagy a itteni erdészeti közegeknek, hogy uram, bocsá, konkrétan az ajtónk előtt túradisznó a kis csapatával. Ez egy jelenség. Igen, és ez ott volt az egyetem környékén. Ja, hogy az egyetem környéki. Én Diósgyőrbe fotóztam már, hogy mi Diósgyőrbe kint lakunk az erdő szélén. Mint az öreg néne őzikéje, úgyhogy nálunk őzike, vaddisznó, medve még nem mindennapos, de már pont mondtam páromnak, hogy amekkora medvejárás van mostanában, lassan ez is aktuális lehetne. Úgyhogy a málnát azt mi most sűrjen szedegetjük le, hogy nehogy rákapjon már a medve. Ne maradjon neki sok. Pont tegnap történt, hogy egy méteres, hát ilyen nagyon nagy vízisikló volt a lábam mellett. Júj. És ez nekem fel sem tűnt, mert barátnőmmel mentünk, ez Egerben történt, és az Egri patak mellett volt egy ilyen, és nekem még ehhez hasonló élményem nem volt, hogy mellettem megy egy ilyen nagy és csúnya lény. Nagyobb megijedtem. Igen. Úgyhogy vissza kell szokni a természethez, mert ez is igazából, ha nagyon messziről nézzük ezt a sztorit, ezt a medvejárás, meg vaddisznó, minden, hogy az emberek elszoktak ettől, az állat jelenségétől maga, mint hogy mit tegyél, ha találkozol egy medvével, és tényleg mit tegyél azon kívül, hogy nem tudom, felhívod az anyukádat. Ez folyamat. Nem, látom a medvét. Mindenképpen, hogy hogyan és mit érdemes csinálni. Az első reakció nyilván a megijedés, de hogy ezen kívül mondjuk például egy vízisiklót, mert így mondták, hogy jaj, csak fogjátok meg, és hogy például még egy ember, tehát mondjuk én például nem merném megfogni. Van olyan magyar népkonyha, ahol eszik. Hol? Azt már nem tudom. De van recept, magyar recept van vízisiklóra. Hát, űrgére is van. Például, simán. Pedig az űrge is védett állat. Csak és ugye... már ugye nem, mi nem vagyunk ehhez szocializálódva, hogy az egy ehető dolog, pedig na bum. Tehát olyan, mint a kígyó igazából, mert kígyót se ettem sose, pedig azt is eszik. Én se, helyeken. De ittam kígyó pálinkát. Na, tessék. Jó. Elég para volt. Benne volt a... Mindegy, hagyjuk. Oké. De benne volt a kis kígyó. A pálinkás üvegben. Szegény kis kígyó. Szegény pálinka. Franc se tudja, hogy melyik a szegény. De igen, egyébként ez nagyon fontos dolog, amit mondtál, Mirci, hogy tulajdonképpen így, mit tudom én, valaki még így nem nagyon látott, vagy így látott tehenet, de mondjuk így nem ért még hozzá, vagy így fél hozzáérni. De a tehéhez, ami azért nem egy, nem arról híres, hogy nagyon gyors és nagyon agresszív. Pedig. Csak így... csak így, és csak úgy ott, hogy van, meg így legel, meg semmi, és így még jól is esik neki, hogyha megveregeted a lapockáját, de hogy így nem mersz hozzá nyúlni a nyers kajához. És bocsánat, húsevő vagyok. Szóval szóval így fura volt nekem mindig. Azért én a főfaluban nőttem fel, majd Budapesten, de hogy engem azért így vittek ilyen helyekre. Medvelesre, mondjuk. Medvelesre, igen. Farkaslesre. Meg
meg mit tudom én. Vízisiklós. Az nagyon tetszett nekem kiskoromban, hogy este a telnek tudták, minden este 9-kor, ez mondjuk pont Székelyföldön volt, de ugye Magyarországon is ilyen, így van, hogy este 8-kor hazamegy az összes tehén, és egyszerre, és akkor így itt vonultak, és akkor én is így sétáltam köztük simán, hát semmi bajom nem lett, pedig 8-9-10 éves voltam. És a nagyapám mesélte, hogy ők még felpattantak egy-két tehén hátára, és ezt úgy mentek haza. Hát igen, jó mondjuk azért. Tehát, hogy most meg azért nincs ilyen. A Csűrhe az egy szelidebb banda. Már bocsánat, csak nekem megütötte ez a film, hogy erről beszélt, a pásztor kultúrában kicsit járatos vagyok. Ugye az a jószág állomány, ami minden nap reggel, mit tudom én, 4 körül, 5 körül kimegy a csűrhéssel, és este vagy magától, vagy a csűrhéssel visszatalál az a Csűrhe. Tehát, hogy ők ilyen minden nap kijönnek, bemennek persze, a faluból. Persze, de ez egy idomítás kérdés. De mondjuk is. Azért kimész egy sima tarka gulyához, vagy menjünk egyel ettől fentebb szintre, kimész egy szürke gulyához. Hát ott azért, jó, de nekem is mondták azt, amikor kamerával oda mentem, hogy felveszek egy nagyon szép vágó képet, hogy én megállok középen, és akkor a kedves gulyás ismerősöm így a szürkét így úgymond rám hajtja, tehát egy filmes szóval élve, hogy én ott állok, és körülöttem végig folyik a 200 szürke marha, és egy kedves ismerősöm, gulyás ismerősöm így előadította magát, hogy süti, tűnj onnan az útból, és volt körülbelül 30 másodpercem, mert hogy így jöttek, és embert Isten nem ismernek ezek a szürkék. Tehát nem az, hogy veszélyes, de azt nem fogja érdekelni. Ellentétben egy tarka, az jön, azt tényleg azt csinálja, hogy az megijed tőled, így rád néz, és így kikerül. A szürke az nem fogja ezt csinálni. Az átmegy rajtad, és kész. Visszatérünk. Megint csak nem ismerjük az állatokat. Igen. És például egy nagyon jó esemény következik augusztusban, augusztus 10 és 12-e között. És ez még például arra is jó, hogy nem csak embereket, hanem állatokat is jobban megismerjünk, mégpedig Bugac pusztán a Kurultáj nevezetű esemény, ahol lovas felvonulások és pacikat lehet simogatni, ilyesmi. És... Ugyanebben az időpontban van más is, de mondjon. Tehát, hogy íjászkodás, kartforgatás és mi egyéb más kipróbálás, és az ős-magyar kultúra őrzése igazából. Még a honfoglalás előtti időszakból jönnek népcsoportok. Igen, és azért egyenesen a honfoglalás előtti időszakból. Pontosan, fel van állítva egy időkapszul, és azon át jönnek. Igen. Én még szintén ez az augusztus elejé idősában van a Zircen, a Bakonyi Betyár Fesztivál, ami már a 20-valahányadik alkalommal lesz megrendezve. Én voltam 2-n, én ott születtem Zircen. A Bakonyi Betyár Fesztiválon. Az elég durva lett volna, nem. Egy kórházban. Egy szerencsére anyukámnak volt ez, hogy kórházban születtem. Viszont visszamentünk oda édesapámmal egyszer, elég hardcore az a fesztivál. Így nagyon sok minden van egyébként, tehát hogy a kicsiknek, nagyoknak, családosoknak, ilyen nagyon bulizni vágyó koncertezős arcoknak, és 3 napon keresztül ugye vannak ezek a vegyes progik, de végig ez a betyár kultúra bemutatása és gyakorlása is egyébként. Marha jó, nagyon jó. Akkor szép lányokat szoktatok és rabolgatni, és ilyenek. Aha. Na, ez jó. És ez egy tök jó élmény, illetve ott az Érc környékén is. Ugye, aki nem tudja az Érc, az kicsit odébb van Veszprémtől, nem sokkal. Úgy mondjuk, csak kicsit. Tudom én, 50 kilométer. És nagyon jó ott túrázni szintén. Az biztos, nekem Veszprémről jutott eszembe, de most azban én 2 dolgot fogok mondani, egy-egy gyorsan, hogy akkor már... Egyszerre képzeld, tudok egyszerre 2-t is. Vagy a Hortobágyon érdemes ellátogatni a vadasparkba, már ha az állatok közelségéről beszélünk, mert ott próbálják genetikailag visszahozni az 1-2 olyan állatfajt, ami csak a Hortobágyon volt jó pár
100 évvel ezelőtt például a vadló, és ha jól tudom, a bivajnak egy fajtáját, a vízi bivajnak egy fajtáját próbálják visszahozni genetikailag. A vadló az már úgy aránylag sikerül is, tehát most már úgy hasonlít a vadlóra. És hogy őket közelről megnézhetjük, és amúgy a busz, ami oda kimegy, az is egy zseniális, tehát egy kicsit ilyen afrikai szafarin érezhetjük magunkat, mert hogy ez a elő a sofőr, és akkor hátul tudjátok, ez egy ilyen kis ponyvás kocsi, és akkor nyitott ablak, és így ez a hortobágyi puszta gödreiben. A másik, és egy másfajta túrázási típusnak, ha mondhatjuk, szeretem a vonatokat is, és biztos, hogy vannak Magyarországon még ilyen emberek, és hogy maga ez a fajta vonatos utazás, tehát hogy a vonattal való túraútvonalak, és például Veszprémet mondtad, az egy nagyon szép vonattal való kirándulási útvonal. Most meg nem mondom, hogy hanyas számú pálya, de a Veszprém és Székesfehérvár között, ugye a Börzsönyben az az egyetlen egy átkötő útvonal, ami a Balaton északi részét összeköti. Veszprém és Székesfehérvár között van. Én elhiszem. Most nem akartam nagy hülyeséget mondani. Nem tudom, én lóval közlekedek, nem vonattal. Bocsánat. Nem tudom. Én is biciklivel szoktam, de biciklit fel lehet tenni a vonatra, úgyhogy. De mindegy, és Magyarország egyik legszebb vasútvonala ott megy végig, tehát hogy az is ilyen hasonló szoros sokban vágták végig igazából a vasútvonat, és akkor egyik oldaladon kispatak, másik oldaladon nagy sziklafal, és így össze végig elveszheted a természeted. Nagyon, nagyon király. És ez is izgalmas. Én még Egervárosát is ajánlanám, különben, mert az is egy marha jó hely. Mércének ez nem jutott eszébe, mert ott született, meg nőtt fel, és neki az természetes, de ez nekem a... például a nagynénémnek a férje, ő egy külföldi arc, és neki az a kedvenc helye Magyarországon például. A Mércik élőhelye, Eger. Így van. Ja, és találkozhattok igen magával, Mércivel, hogyha éppen jókor, jó helyen, jó utca sarkán fordultok be. Igen. Valamikor igen. Igazából fontos, hogy mielőtt ellátogatunk egy, de igazából nem kell előtte, elég ott helyben is, hogy a város történelmét és miről nevezetes, mit érdemes tudni. Tehát, én hogy... ezt megmondom az igazat, én azt előtte szoktam például, ez szerintem személyfüggő, hogy ki hogy szereti, mert ezt ott helyben is meg tudod nézni. Én előtte szoktam, és akkor persze, hogyha úgy megyünk, akkor mindig én vagyok az, aki elmeséli, mert nekem a legnagyobb a szám a társaságban. Én valahogy is fiúra vagyok. Én nagyon nagy vonalakban megnézem, hogy hova megyek. És ez ad nagyon sok támpontot, hogy miket lehet érdemes felkutatni. És hogyha valamit felkutatok, ott az az külön szegmensbe, akkor és ott mélyülök be, hiszen sokkal jobb, hogy ott vagyok. Igen. Érzem. Tehát, hogy sokkal jobb úgy mondjuk történelmet tanulni, hogy ott vagy a helyszínen. Az biztos. Sokkal-sokkal jobb. Amit még érdemes megemlíteni, hogy Magyarország nagyon népszerű a termálvizekről, illetve nagyon sok fürdős lehetőség van. Például számomra a legkedvesebb az a hévízi szabadtéri strand, ami... és télen. És van? Nem, egyébként nem fagy be télen sem. Én ezt komolyan mondom, én nagyon sokszor voltam ott télen, és konkrétan azt játszottuk, hogy bementünk nem tudom, éppen, hogy nem forrásponton vízbe, csak ilyen 30-hány fokos vízből kiugrattunk, és akkor hóban hempergés, és vissza a vízbe. Igen, ez a télen a legjobb buli. Amúgy ez segíti a vérkeringést is, tehát ez egy egészséges dolog. Csak nem kell túlzásba vinni. Jó. Igen, lényegében a fürdővíz, ami nem csak hogy jó szórakozás, de még gyógyhatással is van az emberre. Ilyen például még hévízen kívül, ilyen például még... Hajdúszoboszló. És az Egri termár fürdő is. És az Egri is, így van. Illetve Tisza, ott, mármint az nem gyógyfürdő, de hogy, mármint, hogy nem gyógyvíz, de
mennyire biztonságos egy Tiszában való úszkálás, vagy nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e tapasztalat? Sose úszkáltam a Tiszába. De valaki szokott, már hallottam. Nem emlékszem rá, hogy voltam-e. A Dunában úsztam már a kanyarnál. Szerintem a Tisza is olyan, hogy hát attól függ, hogy milyen az idő. Hát tehát, hogyha éppen nagy sodrás, akkor gondolom nem a sekély, vagy a lassabb medrek is parák. Hát, ami tök jó, a Kis Duna. Na, ott se jártam még sosem. És iszonyú poén. Matula bácsi is ott élt, nem? Tüskevel, Kis Duna. Matula bácsi, szerintem igen. De hogy a Kis Duna, ugye ez egy ilyen tök pici lágazás a Dunának, ami így lágazik, aztán visszafolyik benne. Nem tudom, nyáron voltunk, nem, olyan faházas cuccba, mint amilyen Balatonnál van ezek a diák szállók, ez is egy ilyen volt. Tök poén. Jobb, mint a Nagy Duna. Jobb, hát biztos például tiszta, de ez egy, vannak ilyen különbségek. Itt átlátsz a vizen. Igen, átlátsz a vizen, viszont marha mély, tehát tényleg csak annak ajánlom, aki valóban tud úszni, de azért lehet, mit tudom én, kenut bérelni, és a többi, és a többi, vagy kajakot. Így elég jó dolog, meg olyan a víz, hogy meg is tanulhat, tehát, hogy nem így egyből a most aztán itt elsodor a, nem tudom, víz, neki mész, aminek meg jó széles is, tehát, hogy igen. Jó kis gyakorló terep. Amit amúgy én még akartam mondani, hogy a tervezés terén, hogy én nagyon olyan típusú ember vagyok, aki konkrétan megtervezi a dolgokat, és például ez az étteremturizmus is, ez is Magyarországon is izgalmas lehet, hogy mondjuk egy városba kinézel, vagy megnézed a város történetét, és mondjuk utána jársz, hogy mondjuk mi ott a híres kaja, vagy mi az, amit ott főznek, és mondjuk elmész, hát ha nem is egy étterembe, de kideríted, hogy mondjuk melyik Juliska néni főzi a legjobbat azon a településen, és megkóstolod. Ja. Milyen tapasztalatotok van azzal kapcsolatban? Most ez egy másik téma, hogyha Magyarországon belül messzire utaztok, tényleg, tehát mondjuk egy ilyen... Győrbe mondjuk, tehát ilyen, vagy Pécsre, hogy hirtelen nem értitek azt, amit a többiek beszélnek. Ezt mennyire tapasztaltátok, hogy magyarnak olyan változatai, soha nem volt ilyen kisebb falu helyeken is. Például ez tapasztalható, hogy annyira más a nyelvjárás, valakinek nem áll rá a füle egyből, valaki, mondjuk nyilván valakinek ez fel sem tűnik, de hogy volt-e már ezzel kapcsolatban, hogy... Városban biztos, hogy nem. Nem. Tehát ez 100%. Max elkérdeztem egy-két szóra, ami helyi nyelvjárás volt, de max ez. Hát faluban úgy előfordul. Hát meg jó, nekem Hortobágyon azért volt, de hát én aktívan kijártam konkrétan a pusztába a pásztorokhoz. Az meg megint más, tehát ez nem is falu, ez nem is város, az a puszta. Tehát, de most, hogy mondjuk én jártam Győrben, már nem is tudom hány évvel ezelőtt voltunk ott nyaralni, ez nekem nem tűnt fel, hogy most éppen a Dunántúlon lennék. Persze feltűnt, hogy más színű vonatok járnak arra a vasútállomáson, és sokkal korszerűbbek, mint itt Kelet-Magyarországon, de hogy a nyelvjárásban ez nem nagyon. Ja. Kis településen biztos, hogy másabb lenne. Úgy gondolom. Hát figyelj, nem tudom. Jó, mondjuk nekem szokva van az ére fülem, mert Ejszennél hallottam olyan nyelvjárásokat, hogy igen, megcsokosta a fülem. Igen, mert én is azt mondom, hogy ezt külföldi tapasztalat alapján merem azt kijelenteni, hogy Magyarországon is biztos, hogy vidéken van. Tehát én Ausztriában tapasztaltam ezt, hogy... Na jó, de ugye Magyarország egy nyelvi sziget. Igen. Tehát, hogy itt ezért maradt ennyire konzerválódott a nyelv, mert nem volt mivel keverednie, ellentétben egy némettel, igen, ahol igen. Meg több a nyelvjárás, mint a lakosság. Az biztos. Na jó, hát utazzatok sokat belföldön, én azt mondom, mert ezt viszont mindenki megteheti. Igen, és amúgy, hogy mit vigyetek magatokkal, legalább egy törölközőt és egy saját papucsot és egy saját bögrét mindig vigyetek, meg egy kanalat, hogy legyen mivel enni, és miből. Ja, ételt majd úgy is, nem tudom. Vadásztok az erdőben. A kis kanallal. Vagy Eger belvárosában.
Júj, ne, ezt nem mondani inkább. Na jól van, szervusztok hallgatók. Ez a Mirci Rádió utazgatós csatornája volt. Velünk együtt utazhattok Magyarországon belőle, bármikor, és hívjátok a MLD-os telefonszámot, ahol lehet jelentkezni a soproni nem létező kirándulásunkra. De a kirándulás létezik, az MLD-os szám az nem létezik. És egy jelentkezéssel létezik, vagy lehet, hogy limitált mennyiségben, igen. Limitáltan. Na jó, ennyi volt. Mára jön a kaktusz. Sziasztok! Sziasztok!